Jó napot kívánok, kedves érdeklődő! Itt vagyunk az M3 autóparkban, Budapesten, 15. kerület, Szent Mihály 90 számban. Egy smart kis kétszemélyes szerkentyűt mutatnék meg, igazi városi kisautó, 700 köbcentis, 61 lóerős benzinmotor hajtja ezt a járgányt. Én először itt a hátulját mutatnám meg, mekkora csomagtér van benne, hogy beleférnek az edzéscuccok, illetve a kis bevásárolni való dolgaink. Amúgy egyben van, rendben van, szép az autó, nincs összekaristolva, és kívánatos a kis szerkentyű, mármint autó szempontból. Kinyitottam a hátulját, megnézzük, hogy akkor mekkora tér van benne. Hát ezt tudjuk itt kínálni. Az autónak van egy kis kalaptartója, nem látják, hogy mit tettünk bele a hátuljába. Így néz ki a teteje, oldala, mondom, tehát egybe van, rendben van, szép a kocsi, tényleg majd ha meglátják élőben, akkor ugyanezt fogják látni, mint a képeken. Beleülök a belsőbe, megnézzük, hogy hogy indul ez az autó. Centrálzáros, ugye természetesen sikerült kinyitnom. Ugye elektromos ablakok vannak, itt jobbról balról, kettő légzsák, bőr, szervó kormány, nagyon szép a kormánya, még ugye 96 000 kilométer van benne. Van egy kis Grundig Smart rádió benne, ugye klímás az autó, hozzá kell tennem, tehát ABS-es is. Azt mondja, hogy légzsákok, minden elalszik benne, így igaz, tehát kézifékünk van behúzva, üresben vagyunk, aztán lehet már is így menni vele, hogy egyes, és aztán lehet váltogatni az autóval hátra is, úgyhogy mutatja nekünk, hogy merre menni, illetve tudunk vele automata fokozatba kapcsolni, és akkor nem kell már semmit sem csinálnunk. Tehát ezt tudja a kis szerkezetünk, ugye nagy panoráma tetős, tehát lehet benne nézni, hogy milyen szép az ég, vagy esik éppen, vagy csillagos, ha éppen azt akarjuk nézegetni. Tehát jól felszerelt az autó, szép kivételezésű, igen, ezt akartam még megmutatni, bocsánat, tehát azt mondja, hogy 2010-2022-i ugye az első üzembe helyezés, és ezt végig szervizelték ezt az autót, és utoljára Papásznál volt 73 000 kilométernél, tehát valószínűleg jó lenne, hogyha már cserélnénk benne egy kis olajat, de lehet, az előző gazda ezt már megtette, csak nem éppen márka szervizben. Önökre bízom a döntést, azt is, hogy eljönnek, szerintem aki ilyet keres, az bizonyára ez vonzóvá. Varázsoltam ezzel a kis videóval, remélem, hogy megtetszett, és el is fognak ide jönni hozzánk, bele lehet ülni, ki lehet próbálni, és át is lehet vizsgáltatni az önök által megjelölt szervizben. Ennyit tudtam elmondani, jöjjenek el hozzánk minél hamarabb, ide az M3 Autóparkba, Budapest 15. kerület, Szent Mihály 90 számba. Köszönöm, hogy itt voltak, a viszontlátásra!